napot, üdvözlöm Önöket! Takács Attila vagyok az Ipar 4.0 mintagyár programból. Ugye Mirtil elmondta, hogy én vagyok ez a programnak az egyik szakmai vezetője, úgyhogy én ebből a kontextusból vagyok most itt. Igyekszem tényleg megfelelő kapcsolatokat találni a minőségirányítási rendszerekhez és ISO 9001-hez és hasonlóakhoz. Úgyhogy hajrá! Maga ez a program egy kis és középvállalkozásoknak készült a közép-magyarországi régiókon kívül. Európai Uniós pénzről van szó, tehát közép-magyarországi régió sajnos nem. És egy nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket a kis és középvállalkozások fejlesztésébe. És amikor valójában tényleg elmentünk hozzájuk, durván egyébként egy 380 darab cég van most így a rendszerünkben, és 180 körülbelül így aktív. Nemhogy egyébként tényleg így az Ipar 4.0 kiválósági szintekről kellett egyébként így beszélnünk, hanem tényleg egyébként alapvető termelés, menedzsment és ISO és folyamat szintekről beszélünk. Néha egyébként tényleg még a folyamatok sincsenek egyébként rendesen feltérképezve, és kockás fizetből menedzselünk. Úgyhogy nagyon-nagyon messzi az út ahhoz, hogy tényleg valójában Ipar 4.0-ások legyünk. Úgyhogy alapvetően tényleg egy folyamat feltérképezésből indul. Én, amit igazából idehoztam, az Ipar 4 érettségi modellünket, és megmutatnám, hogy tulajdonképpen hogy épül fel, ez egy négy szintű modell. Az első, ez egy nem minősítési szint, ami inkább egyébként arra felé hajaszt, hogy abszolút nincsenek folyamatok és a termelést, vagy legalábbis a nagyon sok egyedi gépgyártónk is van, és a projekt menedzselése is igazából papíron van. A másik része igazából az, hogy a piacon fellelhető ingyenes dolgokat próbálják meg a lehető legjobban használni, mint például a Trello-t. Szerintem éppen tegnap előtt láttam egyébként egy nagyon ügyes megoldást egyébként így erre. A belépő szint tulajdonképpen az nem más, amikor valami fajta digitális szintet próbálnak egyébként így tartani, tehát ugye különféle, ugye számunkra is ismert Excel táblákat használunk, és akár egyébként redundáns Excel táblákat használunk, amikben egyébként nincsenek lekorlátozva a jogosultságok, és szépen lassan egyébként az adatok, az adatminőségünk egyébként így romlik, nagyon sokszor adatminőségi projekttel érdemes egyébként így kezdeni rögtön a lehető legelején. És a Lean alapok, ugye itt egyébként a Lean-ről fogok beszélni, és az Ipar 4.0-ról, tehát a Lean eszközöket és a különféle Ipar 4.0-es megoldásokat fogom párhuzamban állítani egymással, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és egy kicsit a minőségmenedzsmentről is ugyanúgy fogok beszélni. A Lean alapok számunkra egyébként így azt felállítjuk, hogy az első és a legfontosabb dolog, amikor belépünk egy gyárnak az üzemterületére, hogy például 5-es, tehát alapvető biztonság, tisztaság, és minden egyébként így megvan. Tehát nem esek el például a ledarabolt 2,5 méteres acélzárszelvényekben, és meglálok minden eszközt és erőforrást a helyén. Ugyanakkor az már csak haba tortán, amikor a folyamatok is megfelelően ki vannak egyenlítve, és amikor a gyártási folyamatokról úgy beszélgetünk, hogy Lean alapelv szerint húzórendszerben, vagy akár áramlásban, akár futószalagon mennek ezek a dolgok. A megvalósító szinten egyébként már így online elérhetőek az adatok, tehát kvázi elképzelhetőek egyébként felhő alapú megoldások is, és van már egyébként belső hálózatunk, és lekérdezhetőek valamennyire egyébként ezek a belső adatok, támogatják, vezető, támogató rendszereink is vannak. És a harmadik egy kiválósági szint, amikor mindezt egyébként ugye rengeteg adatot gyűjtünk, ezeket már arra használjuk, hogy akár optimalizáljuk is a termelési és anyagáramlási információ, tehát anyagáramlást is. És akár egyébként prediktív analitikával, mesterséges intelligenciával, tudom, hogy egyébként így nagyon távol állunk ettől, de mégis akár a mindennapokban is használunk egyébként így mesterséges intelligenciát, gondolunk például az Excel tábláknak a regresszió elemzésére, tulajdonképpen előre becsüljük a múlt alapján a jövőt. Csak ez egy kicsit bonyolultabb. Ez a modell egyébként egy BCG-s modell, ami hála Istennek nem kellett egyébként ezt a fajta kutatást megtennünk, tulajdonképpen az egyes szintek között egy ilyen 20%-os hatékonysági növekedés lehet egyébként így elérni, és ami talán egyébként így a legfontosabb így a vevő szempontjából, hogy ezt nem feltétlenül érvényesítik egyébként így az egységárokban, hanem akár egyébként egy átfutási időben és vevői szintű minőségben is elképzelhetőek. Tehát akár olyan új üzleti modellek is keletkezhetnek, hogy az adatgyűjtésből
van több ilyen mintagyárunk is, hogy az alatgyűjtésből tulajdonképpen azt tudják csinálni, el tudják adni az alatokat. Sokkal egyes termékekhez kapcsolódó mérési adatok például értéket jelentenek a vevő számára, és ez eladhatóak. Nem csak a termék. Maga a modell, főleg a belépő és a megvalósítás szintnek a közepe az durván egyébként ilyen lean termelés management és ipar 4.0 körülbelül a második szinttől ugye fölfelé. Egy kicsit kapcsolódnék így az előző előadásokhoz. Én nagyon-nagyon szerettem egyébként a Mavirnak az előadását. Én is dolgoztam egyébként az elműnél, mint end-to-end folyamat gazda, tehát mint fogyasztó azért tényleg így ott voltunk. És az Áriszt azt zsigerből egyébként így utáltuk. Zsigerből tényleg. Tehát én 15 éve dolgozom a pályán, nagyon sok multit megjártuk, és rengeteg Áriszt láttam. Szerettem egyébként, én nagyon szeretek egyébként húzogatni különféle vonalakat, csak az a baj, azt láttam, hogy nem használjuk. Tehát tudásbázisként használjuk, és nem pedig azért, mert a mindennapi életnek a része. Ha ez nem párosul workflow rendszerrel, és a workflow rendszerhez a megfelelő vezetői tapasztalat, hogy mit kezdjek én az adatokkal, és megfelelő balance scorecarddal, hogy a KPI-okat, hogyan, mit mérek egyébként a folyamatban, az egésznek egyébként semmi értelme. Mindig összeomlik, és mindig fél év múlva arról van szó, amikor lemegyünk és auditálunk, vagy jön az auditor, és akkor most olyan gyorsan rendbe kell szedni a folyamatokat, gyorsan akkor át kell húzni egy-két vonalat. Általában az volt. Tehát én megjártam a Legót, a Continentalt és minden mást, ugyanazon. És szolgáltatást is. Lean termelés management, hogy mégis egyébként tényleg így ennek az üzleti modellnek ugye mi az alapja? Alapvetően az érték. Az értéket megpróbáljuk megkeresni a vevőnek, illetve a saját folyamatainkban így ennek ellentéteként a veszteségét próbáljuk meg csökkenteni. Az ipar 4.0 és a digitalizációban, hogyha ezek mind megvannak, maga ez a ház egyébként így elkészült, akkor ezt tudjuk digitalizálni, és még hatékonyabbá tenni, és még hibamentessé, biztosabbá tenni. Ugye a jelenlegi informatikai rendszereink azért nagyon sok mindent egyébként, akár egy workflow rendszer is, és akár egyébként egy vállalati irányítási rendszer is bekategorizálja tulajdonképpen, akár egy adatgyűjtésnél is, vagy egy űrlapnak a feladásán, hogy milyen adatokat tudok én bevinni a rendszerben. És nem pedig szabad szöveges 256 karaktert tudok bevinni, vagy akár egy papírlapra felolvasni, aminek még a kiolvasása és átvitele is a rendszerben egyébként egy komoly probléma, és adatminőséget tud egyébként nekünk így adni ezáltal. Úgyhogy alapvetően ezt a modellt tudjuk fejlettebbé tenni. Miről is szól egyébként maga a modell? Ugye az eredményesség egyrészt egy vállalatvezető vagy cégtulajdonos zsebét szeretné egyébként így megtömni, nyilvánvalóan, de ehhez egyébként a vevő elégedettségen keresztül vezet az út. És ha mondjuk balance scorecardról beszélünk, a legfontosabb felső szinti mutatók ugye az egységár, aztán vevő reklamáció, ezek a hardok, aztán kicsit egyébként, hogyha tovább megyünk, a vevői elégedettség, dolgozói elégedettség, ezek kevésbé láthatóak, de mégis egyébként alapvetően meghatározzák a stratégiai jelenlétünket. Ha megyünk lejjebb, akkor ennek két pillére van. Ez egyik egy jó folyamat, áramlás és húzórendszer, kiegyenlített folyamatokról beszélünk. Másik az, hogy van egy olyan kultúra a szervezetben, vagy nem is kultúra, hanem digitalizációs eszközökkel biztosítjuk, hogy jelez, ha baj van. Ezeknek az alapja a folyamatos, hát alulról kellett volna kezdenem, de tulajdonképpen a folyamatos fejlesztés, a folyamatos fejlesztésnek az alapja, hogy minden dokumentálva legyen, és hogyha lemegyek mondjuk egy gyártási területre, vagy akár egyébként egy adminisztratív területen, akár egyébként a laptop, a folyamatok, a rendszerek, ne legyen 56 ezer rendszer, legyen 1-2-3 rendszer, amiben tényleg fel tudjuk venni azokat a folyamatokat, amit is a hölgy is említett, hogy minél kevesebb redundancia legyen benne, és legyen rend, tisztaság, az erőforrásaink legyenek karbantartva, mint például különféle gépeink, ugye hatékony karbantartásnál, legyenek rugalmas a rendszerünk, legyen gyors átállás, és minőséget ugye próbáljuk meg biztosítani az adott. Ugye, hogy termékekről beszélünk, mondjuk különféle folyamatparaméterekkel, statisztikai folyamat ellenőrzés, Six Sigma módszertannal hasonló, és alapvetően egy motiváció és stratégia és cél, ez legyen egyébként így mögött, legyen egy a dolgozók számára egy
egy mindenki dolgozó számára, miben dolgozok én együtt, én hogyan tudom hozzáadni magamat a vállalat céljaihoz, vagy vállalkozás céljaihoz. Lássam magamat ebben. Gyakran itt van egyébként egyfajta nagyon nagy hiba. Én úgy gondolom, hogy a KPI-okkal és a mérőszámokkal nagyon nagy motivációt lehet egyébként így adni. De nem mindegy, hogy ezt hogyan állunk neki. Tehát nagyon sok cégtulajdonos és vezető egyszerűen eltünteti a mutatószámokat a termelésből, vagy az adott folyamat, vagy iroda területről, mert egyszerűen a dolgozóknak ahhoz semmi köze. Majd én megmondom egyébként, hogy ki a hülye. És majd behivatom az irodába, vagy esetleg elküldöm. Ha ezt például egy egységárat, mondjuk megfelelő mutatószámokra például le tudom osztani például gépi vagy emberi rendelkezésre állásra, vagy akár mondjuk egy átállást én mennyi idő alatt tudok megcsinálni, az már saját mutatószámom, mennyit kell megcsinálnom naponta, azonosulni tudok vele, és egyébként a stratégiai célokhoz is kapcsolódok. És motivált leszek. Az első ilyen diám igazából az 5-es, a standardek, hogy láthatóvá tenni egyébként az adott munkakörnyezeten belül, hogy hol van a hiba. Az első képen ugye látják itt a bal oldalin, hogy valószínű, hogy itt nem fogok megtalálni egyébként mindent, minden egyes eszközt, valószínű, hogy rengeteg várakozási idő lesz benne. A jobb oldalon lévő ERP rendszer azért összefoglalja egyébként nekem a megfelelő megrendeléseimet, az ott lévő erőforrásaimat. Ez alapján beépített beépülési jegyzékek alapján pontosan tudják azt, hogy adott termékhez milyen erőforrások kellenek. És viszont, hogyha nincsen meg a bal oldalon lévő rend, és elválik egymástól a fizikai és a rendszertechnikai készlet, akkor az ERP rendszer sem tud igazából mást, csak ugyanilyen összevisszaságot, mint amit a bal oldalon látunk. Konkrétan egyébként így én a Legónál éltem egyébként át mindezt, ahol egy új SAP rendszernek a bevezetésével tulajdonképpen 2 hónapra leállítottuk a nyíregyházi LEGO gyárat, mert a rendszertechnikai meg a fizikai készlet egyszerűen így eltűnt. 99%-ban ki lett készítve a 180 darab duplós termékhez az összes alapanyag, de viszont az utolsó termék vagy az utolsó kettő nem. Innentől fogva mindenki veszteséggel dolgozik és visszakerül, és a gyár áll. Az adatoknak a gépeknek, az erőforrásoknak a karbantartása. Tehát, hogyha megfelelő erőforrásaink legyenek, alapvetően az alapvető ahhoz, hogy én jól tudjak dolgozni. Le akár adminisztratív folyamatokban, ha rossz a számítógépem, nem fogok tudni vele dolgozni. Nem tudok belépni az applikációba, nem tudok vele dolgozni. Ugyanúgy termelési környezetben rossz a gépem, nem fogok tudni vele dolgozni. Hogyha ezt nem karbantartom egyébként rendesen, tehát a dolgozónak nincsen kiadva az a feladat, hogy folyamatosan tisztítsa, karbantartsa, láthatóvá tegyük egyébként azonnal az eltéréseket, és nem tölti fel például a megfelelő gépet megfelelő olajszinttel, akkor az lesz, hogy felszenzorozhatom a gépet, mindenfajta adatot fogok tudni rajta mérni, és 10-ből 9-szer mindig ugyanoda fogok eljutni, hogy a gyári specifikációnak megfelelően kell tartanom a gépet. Nem jutok tovább a folyamatos fejlesztés következő fokára, mert az alapvető feltételeket nem teljesítem. Standard work, ugye ez a folyamatoknak ugye az alsó szintű része, amikor a dolgozónak a kezébe adok, vagy egy adminisztrátornak a kezébe adok, hogy neki egyébként a folyamatból mit kell neki megcsinálnia az adott folyamat lépéseken keresztül. Lean-ben egyébként tökéletesen mondjuk így, vagy nem feltétlenül Lean-nek, standard munkautasítás alapján egyszerűen megvannak az adott folyamat lépések. Fontos az, hogy ki csinálja, miért csinálja, milyen kulcspontok alapján csinálja, általában ezt minőségi költség alapon 5 percen maradt, jó. Alapján csináljuk ezt meg, képekkel, stb. Lehet mindezt támogatni.
A jobboldali képen ipar 4.0-es megoldással például már nagyon-nagyon bonyolult munkautasításokat is szemüvegen keresztül akár teljesen biztonságos környezetben lehet gyakorolni, augmented reality, tehát kivetített valóság eszközzel keresztül, pedig közvetlenül a valóságra tudunk rávetíteni különféle műveleti utasításokat, és így például egy másfél órás átszerszámozási művelet a rotónál egyébként ez lecsökkenthető, és hát betanulási idő az akár több hónap is lehet, lecsökkenthető csupán pár hétre, mert közvetlenül felveszi a szemüveget, és ott van előtte, hogy mi a következő munkautasítás, mit kell neki csinálnia, miért kell neki csinálnia, dokumentációt le tud kérni, és így tovább. Viszont, hogyha nincsen meg a bal oldal, akkor ez egész nem jó, nem működik. A robotokkal egyébként ugyanez a helyzet, hogyha egy olyan műveletet próbálunk meg digitalizálni, illetve robotot ráöltetni, ami kiegyenlítetlen az előző művelethez képest, tehát sokkal több, vagy sokkal kevesebb időt alatt végzi el az adott műveletet, mint a következő, és erre a következő műveletre fogok, ráteszek egy robotot, akkor a robot az ugyanúgy fog várakozni. És ugyanúgy a veszteséget az be fogja nyelni, mint az ott lévő várakozó dolgozó. Ez egyik alapvető dolog, ami távol áll egyébként így a kultúránktól, hogy segítséget kérünk. Csak egy apró dolog, amikor én a Toyotában voltam, folyamatosan egyébként zenélt maga a gyártósor. Ez azért volt, mert rengeteg hibát jeleztek, mert a hibák ott kincsek. Amikor elsétáltam az Audiba, csak pittyogások hallott, nem hallottam semmit. Biztos, hogy volt egyébként egy csomó hiba, vagy pedig magasra volt állítva egyébként maga a szint, de síri csönd volt. Senki nem rohant sehova. A hibák nem láthatóak. Ha azonban elkezdjük egyébként mindezt így láthatóvá tenni, és a gépek, tehát hogy tudjuk egyébként, hogy hol vannak a határok, akkor nem feltétlenül a dolgozónak, hanem a gép tud egyébként így jelezni, hogy pontosan mikor, tehát milyen lemaradáson van például az adott termelési órához képest, vagy minőségben, és így tovább, vagy folyamat paraméterekben. De fontos az, hogy azért a dolgozó is jelezzen, ez a kultúra azért meglegyen. Itt is egyébként egy kicsit ez a helyzet, amikor ugye ez kicsit, ha nagyon jól működik egyébként maga ez a jelzés, akkor reaktívan tudunk dolgozni. Tehát akkor lesz, akkor működik, akkor tudunk reagálni, amikor már baj van, amikor már legyártottunk egy selejtet, vagy megállt a gép. Viszont prediktív analitikával, hogyha tudjuk egyébként, hogy mi volt a baj korábban, ezt rögzítettük a rendszerben, tudjuk jósolni, akkor hozzá tudjuk kötni más paraméterekhez, amik akár 2-3 nappal vagy egy héttel előre nekünk jelzik azt, hogy ez a gép meg fog hibásodni, akkor előre tudjuk és megfelelően jó regresszió egyenest rá tudunk tenni, akkor ez azt jelenti, hogy jól fogja tudni nekünk jelezni azt, hogy mikor fog elromlani a gép. Meg tudjuk előre venni az alkatrészeket, hozzá tudjuk tenni a megfelelő erőforrásokat, és jóval kevesebb lesz a veszteségem. Az egyik Lean-ben az egyik legfontosabb dolog, hogy mindig menj le és nézd meg a saját szemeddel. Azt, hogyha valami baj történik, és bármifajta ilyen fejlesztés van, ez a lehető legjobb esélyed arra, hogy a tényadatokat össze tudsz szedni. Azonban digitalizációval ezeket az adatokat össze lehet szedni tulajdonképpen a gép mellől, vagy egy számítógép mellől, ha megfelelő dolgokat mérünk. Sőt, mérünk sokkal több dolgot, mint amennyire most valójában szükségünk van, mert nem tudjuk, hogy mire lesz szükségünk. És igazából nekünk csak azt kell megnézni, hogy ezek az adatok ezek jók-e, vagy nem, verifikáljuk. Emberi szinten mire van szükségünk? Ugye ez az egész rendszer attól működik egyébként, hogy megfelelő jó szervezeti struktúra van. Ez a másik oldalon sincs egyébként így máshogyan. Szervezeti struktúra általában csoportban, csapatban érdemes egyébként így dolgozni. Egy, amikor a vezetőhöz maximum 4-6 beosztott ajánlik, maximum 10-ig el lehet menni. Ennek van egyébként is pszichológiai alapja, rövid távú memóriában általában 7 plusz-minusz 2 dologra tudunk egyébként így egyszerre koncentrálni. Mindenfajta plusz erőbedobás nélkül. Ez a team leader.
aki folyamatosan fejleszt, aki kommunikál, aki odalép akkor, amikor valami minőségi hibás termék van. A modern data scientist ugyanezt csinálja, csak egyébként így adatok alapján, és megfelelően jól tud kommunikálni egy perc. És a vezetők mellé döntéselőkészítést fog tudni tenni. Összefogja az adatokat, adatokat tisztít, adatokat gyűjt össze, és különféle paramétereket tud tenni egymás mellé, és megnézi a közöttük lévő kapcsolatot, és adatbázis projekteket tud csinálni, és lehet, hogy talán sokkal többet tud tenni, mint a team leader. Összefoglalásként, Lean megalapozza a digitális megoldások jó működését. Mindig szükség lesz a folyamatok jó felállítására, ez szinte biztos egyfajta előkészítő tervező folyamatként. Vevői érték szemüvegre, amin keresztül fejlesztünk. Tehát nem csak a veszteségeket kell kiszűrni, amit az adott folyamat, illetve teranyagáram, illetve információáramlási folyamatból veszteségként veszünk, hanem mi is a termékünk és a szolgáltatásunk, és a termékben és a szolgáltatásban mi érték a vevő számára. Gondolkodó emberekre mindig van szükség, akik elvégzik a folyamatos fejlesztést. Tehát ez a fejlesztés, a világ ugye nem áll meg, folyamatosan fejlődik, exponenciálisan fejlődik, mind egyébként a robotoknak a használata, az adatoknak a használata, egyre olcsóbb lesz egyébként ugye felhő alapú adat használat, és már nem kell saját hálózatot kiépítenünk több 10 millió forintból, hanem egyszerűen bérlünk számítási kapacitásokat. Ipar 4 digitalizáció segít a Lean alapelvek megvalósulásában, mert a digitális megoldásokkal veszteségmentesebbé teszik a Lean-es folyamatokat, erről egy kicsit beszéltem, minél több rendszert használunk, és minél kevesebb a human interface, az emberi kapcsolat, annál valószínűleg biztosabb lesz egyébként maga a folyamatunk. Objektív adatokon alapuló probléma megoldás. Adatok alapján fogunk tudni dönteni. Néha egyébként én vezettem például a Legónál a mérnök csapatoknak a problémamegoldási csoportját, és ott nagyon sokszor például csak úgy tudtuk megfogalmazni a gyökérok elemzés, hogy educated guessing. Tehát nagyon sokszor nem jutottunk el magához a tényadatokig, csak próbáltuk meg egyébként saját kútfőből kitalálni minél több embert bevonva, hogy mi lehetett a hiba. Viszont adatbázis alapján, hogyha mindent mérünk, akkor ez sokkal tisztább. Nem szükséges egy katonai szervezet a fenntartáshoz. Egy pillanat, mindjárt befejezem, jó? Nem szükséges egy katonai szervezet a fenntartáshoz, ez azért egyébként így fontos, ez a csapatvezetői struktúra. Tehát, hogyha így megnézzünk például egy lean-es szervezetet, akkor ez körülbelül akár mondjuk a Toyota jutott most így eszembe, ott 17 darab ilyen szint van egyébként az operátor és a CEO között. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ez adott szervezet méretéhez is függ, de ez azt jelenti, hogy nem kell mindig mindent ellenőrizni, hanem ott vannak az adataink. Új értéket teremt a vevőnek, például átláthatóság és módosítás. Tehát új üzleti modellek alakulhatnak ki, mint amire az előbb is, és hát az előadás elején is utaltam, nem csak a termék, hanem önmagában a szolgáltatás, az adatoknak a gyűjtés és az ebből származó predikció is hatalmas érték, és néha egyébként néha többbe kerülhet, mint maga a termék. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük, Attila, és ne haragudj, hogy ilyen hajcsár voltam az idő tekintetében. Semmi van. Viszont szerettem volna időt hagyni arra, hogy tudjanak tőled kérdezni a hallgatók. Úgyhogy a kérdéseké a lehetőség. Csaba? 2017-ben a Quality Progress-ben megjelent egy jelentés, hogy melyik az a foglalkozás, ami tulajdonképpen az elkövetkezendő időben nagyon menő lesz. Amerikában is úgy volt, hogy data science. Igen. Egy magyar közepes vállalkozás mikor lesz képes arra, hogy a még nem létező adattudós képzésből kikerülő embernek tudja tudni? Én azt mondom, hogy én most vagyok pont egyébként egy ilyen képzésen. Igazából semmilyen nagyon extra dolgot nem kell egyébként így elképzelni a minimális programozáson kívül. Összességében durván egy fél év alatt meg lehet tanulni, 66 ezer forintot fizetek most például egyébként így érte. Úgyhogy hajrá! Jó, www.codeacademy.com.
codeacademy.com. Nagyon-nagyon igényes, és minden egyes data scientist egyébként így ezt ajánlja. És nagyon érthető, és így félközpontú. Úgyhogy igazából nem kell hozzá más. Egy kis minőségbiztosítás, tehát a normál eloszlásokhoz azért érdemes egyébként így érteni előtte, kis statisztikához. Alapvetően Excel-t, aki egyébként így jól használ, az oké. Az SQL adatbázis az majdnem ugyanaz, mint az Excel, csak éppen le kell, kicsit programozni kell benne, és a parancsokat meg kell adni. Aki meg nagyobb szintre akar lépni, az meg Python-t, programnyelvet kezdjen el használni, ami szintén egyébként nem egy nagy vasszis, de ezt meg lehet tanulni. Ezt jelenti. Attól függ, hogy mit akarunk. Ez data analytics és data scientist, ezt szokták egyébként így keverni, és azon kívül meg adatelemzés, amikor, vagy big data elemzés, amikor scripteket írunk, és tényleg így behúzzuk egyébként ezeket az adatokat, akár egy szövegtext formátumban, és ezt kitisztítjuk. Ezt is szokták data scientistnek nevezni, de ez lehet, hogy big data, nem tudom, data, nem is tudom, hogy hívják egyébként így ezt, de keverni szokták ezeket a fogalmakat. Nem tudom, hogy ez így válasz volt egyébként így a kérdésre. A lehetőség adott, csak a kereteinket kell kinyitni. Nagyon mély statisztikai ismeretekkel kell rendelkezni. Szükséges, de nem elégséges feltétel. A második az, hogy ismernie kell azt a folyamatot, amit az adatokat kiveszik. Nagyon könnyen be tudom bizonyítani, mint a Jurkendal, 60 évvel ezelőtt, hogy a kiadott rádiókészülékek számával 98%-ot végül determinációs együttadóval műanyag. Abszolút. Ezek szerint ki itt a rádió? Ez ki jön az adat? Én azt mondom egyébként, hogy ha simán egyébként egy benti mérnököt, tehát egy kis és középvállalkozásoknál lévő mérnököt elkezdünk egyébként így ebbe az irányba, aki minőségbiztosítással foglalkozik, viszonylag könnyen meg fogja tudni egyébként itt tanulni. Nem azt mondom, hogy egyszerű lesz, meg kell hozzá affinitás is, de meg fogja tudni tanulni. Akkor az alapoknál kell kezdeni. Jó, nem akarok elmenni egyébként az oktatási rendszerünkig. Én sem ott tanultam egyébként azt, amit most itt elmondtam. Rengeteg gyakorlat. És utána járás. Sokkal többet lehet tanulni a netről, meg hát, ami érdekli az embereket, el kell menni és utána kell járni, hogy hogyan lehet lehetőleg leghitelesebb magyar és külföldi forrásokból tanulni.